A Többsincs óvoda néptánccsoportja és a turai néptáncosok is felléptek a felújított intézmény szeptember 21-i átadó ünnepségén. 120 millió forintból, pályázati forrásokból, állami és uniós támogatásból, meg alapítványi pénzből újult meg a turai Többsincs óvoda. A térség országgyűlési képviselőjét, Cerván György vidékfejlesztési államtitkát is lenyűgözték a látottak. Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy még az átadás előtt meg tudtam nézni magát a beruházást, erre nem mindig van lehetőség elmondom az ünnepi beszédet, és utána tudom megnézni, előtte méltatom. Most szerencsére volt alkalmam megtekinteni, és komolyan mondom, hogy tátva maradt a szám. Tehát nagyon szép. Nem, nem, lehet megmondani, hogy melyik volt a régi épület, ami felújításra került, illetve melyik a, az új, ami teljesen új. Annyira egyforma és annyira gyönyörű itt minden. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is, az ovónéniknek is, az itt dolgozóknak is öröm lesz itt dolgozni, illetve ide járni. Sőt, hát ez már Múlt időben is mondhatom, hiszen autóra uh, augusztus óta már ez a létesítmény működik. Uh, tényleg a mai kornak megfelelő színvonalon, gyönyörű bútorzattal, ugyanakkor barátságosan berendezve lehet látni, hogy világos, ráadásul korszerű energiarendszer van, napelemekkel működik a dolog, tehát a, az energiaköltségek tekintetében biztos komoly megtakarítások lesznek. Majd tényleg el vagyok ájulva, és nagyon örülök, hogy, hogy egy ilyen beruházást sikerült megvalósítani. Ügyesek voltak, azt kell mondanom, amit a turaiak, az önkormányzat, akik a pályázatot készítették, ugyanis az közép Magyarországi regionális forrásból mint egy 120 milliós beruházásról van szó. Azért mondom, hogy ügyesek voltak, hogy ez sikerült ezt a forrást megszerezni, mert nem olyan egyszerű a közép Magyarországi régióban a Pest megyeieknek ezekhez a forrásokhoz jutni. Egyrészt eleve viszonylag szűk forrásokról beszélhetünk, hiszen Budapest felhúzza a régió fejlettségi átlagát, Budapest azért nagyon sok forrást elvitt már a rendelkezésre álló keretekből. Éppen ezen akarunk változtatni, egyébként ezen dolgozunk most Pesmegyek a következő pénzügyi ciklusban, tehát a 14-20 közötti időszakban. Pesmegyét valahogyan címkézni kéne a közép-magyarországi régión belül, azon belül is a fejletlenebb térségeket, mint például ez a térség, és azok címzette, címzetten célzottan juthassanak plusz támogatási forrásokhoz. Én remélem, hogy ezt sikerül majd elérnünk, de tulajdonképpen most is meg tudták csinálni. A felújítási munkátok csak nem fél évig tartottak. Teljes egészében megújult az intézményünk, bővült, felújítottuk, nincs az intézménynek olyan szeglete, ami ne egy másik képét mutatná most szeptember 1-től, vagyis az átadástól szeptember 15-től. Megújultak a csoportszobák, a mellékhelységek, mindenféle egyéb helység, a konyhánk teljesen megújult, új berendezést kapott, az előterek hozzáépítettek, kibővítettük, tető került az intézményre, korszerűsítették, fűtés, korszerűsítés, napelem szolgáltatja az energiát a melegvízhez és a villanyáramhoz, tehát szinte minden szegletében megújult ez az intézmény. És ez nagy boldogság számomra, hogy ezt most itt elmondhatom önnek. Itt a külcsin és a belbecs is tényleg gyönyörű. Itt ez részben ugye köszönhető szülők, részben gyermekek és kollégák segítségének is. Pontosan hogyan is? Így van. Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, hogy indult ezen a pályázaton, hiszen 120 millióra pályázott az önkormányzat, ami nélkül ez az intézmény nem jöhetett volna létre. Köszönjük a képviselőtestület és a polgármester úr támogatását, hogy ezt lehetővé tette az intézmény számára. De ö, legalább ilyen hálával és köszönettel tartozunk az itt dolgozóknak, valamennyi itt dolgozónak, a szülőknek és ismerős ismeretleneknek, akik a kétkezi munkájukkal fáradhatatlanul hónapokon keresztül dolgoztak azért, hogy ez az intézmény megújuljon. Egy több sincs szülői közösségünk van akik olyan óriási összefogásra képesek az itt dolgozókkal együtt, hogy példaértékűnek mondanám, először is nem lehet anyagiakban mérni ezt, amit a szülők és a dolgozóink itt megcsináltak. De ha beszélhetünk anyagi támogatásról, akkor én úgy gondolom, hogy felér egy alapítványi összeggel, mert ezt is szeretném elmondani, hogy az alapítványunk 5 millió 700 ezer forinttal járult ehhez hozzá, amit szintén a szülők és a kollégáim kétkezi munkájával, csecsebecsékkel, karácsonyi vásárokkal, rendezvényekkel gyűjtögettünk össze filléről fillérre a pénzecskénket, és ebben az adó egy százaléka is benne van, nagyon sok szülő, és ismeretlen, azt kell mondanom, hogy ismeretlen, aki hall az óvodánkról, hogy, hogy mi egy nagyon gyermekcentrikus óvoda vagyunk, egy befogadó, elfogadó, nyitott intézmény. Nagyon szeretik az intézményünket, és szívesen áldozzák ide a pénzünket, és köszönet és hála érte. Az óvónők és a szülők is szépítették az óvodát. Több anyuka kerámiát készített, mások vartak, egy apuka az asztalos munkában segített, sokan támogatták az óvoda felújítását. Az udvarrendezéstől kezdve a több célú teremnek a fali mindenjének a díszítésében, a, a a tükörköré, a kerámiak készítésében, az előtérben is vannak olyan kerámiek, amiket szülők készítettek. Nagyon sokféle dologban segítettek itt a szülők, ami azért nagy segítség volt az óvodának is. A gyermekeknek persze a játékok jelentik a legnagyobb élményt, nem volt ez másként az óvoda megnyitási ünnepségén sem. Mennyire tetszik ez az új játszópark, vagy új játszótél? Jó. Mi tetszik a legjobban vele, melyik játék? Öm, a Ugrálóvá. A turai többsincs óvodában speciális foglalkozásokkal pallérozzák a gyermekek tudását. Van egy olyan saját pedagógiai programunk, amit saját magunk, a saját óvodánkba járó, saját kisgyermekeink részére készítettünk. Egy olyan program, amiben a Kisgyerekek boldog óvodások lehetnek, miközben választhatnak mindenféle tevékenység közül érdeklődésük, kitartásuk, életkoruk, tehát az egyéni sajátosságaik alapján. Vegyes csoportokban dolgozunk, nagyon szeretjük, mert minden kisgyermekre egyedi módon tudunk odafigyelni. Kis csoportokban folynak a foglalkozások, tehát egy kisgyermek sem maradhat ki abból, hogy számára fejlesztő tevékenységet biztosít. A specialitásunk a néphagyományok ápolása, ami széppé teszi a mindennapjainkat, és próbáljuk a szülőföldhöz való kötődést már ebben a korban megalapozni. Úgy gondolom, hogy amit a kisgyermek átél, és úgy gondoljuk kollégáimmal, amit megél, átél, abban nő fel, azt tovább fogja vinni, az érték lesz számára, meg fogja becsülni, és ő fogja tovább örökíteni a következő nemzedék számára. Az ünnepségen a szülői munkaközösség vezetője a szülők nevében több sincs óvoda díjat adott át az óvoda vezetőjének. Szanisz Ló atya megáldotta az óvoda épületét, amelyik az egyik legkorszerűbb az országban. A többszincs óvoda a környékbeli településeken is népszerű. Május 31-ig, ugyanis a három évet betöltött kisgyermekek folyamatosan érkeznek. Május 31-ig jelen pillanatban a 175 kisgyermek, vagy helyre, férőhelyre 186 kisgyermeket várunk, és büszkeség számomra, hogy a környező településekről is sokan választják az intézményünket, és áthordják ide hozzánk, mert vagy az anyuka munkahelye itt van, vagy egyéb meggondolásból, de vannak nem turai kisgyermekek. Is. Az önkormányzat 1500 négyzetméteres területet vásárolt, hogy az intézmény új játszóparkkal gazdagodjon. Túra polgármestere példaértékűnek és álomszerűnek minősítette az intézmény felújítását. A korábbi épület tulajdonképpen a 70-es évek közepén épült. Hát félig-meddig saját kivitelezésben, félig-meddig társadalmi munkában, és a régió óvoda anyagminősége sem volt megfelelő, talán a technológia sem, és már igen csak ráfért a régi részre a felújítás. A gyermeklétszám folyamatosan bővül. A 25-ös csoportlétszám maximumtól kénytelenek voltunk eltérni a 30-as szám felé, 29-30-as csoportlétszám sem volt ritka, és ezért a lehetőséggel élve, hogy egy Európai Uniós pályázatot meg tudjunk nyerni, és 95%-os állami támogatást tudjunk elnyerni. Ezért indultunk ezen a pályázaton, amit el is nyertünk, és még egy nagyon komoly motivációnk van, hogy a Galga völgyéből ebbe a zoviba, mint egy 20 gyermeket hoznak pluszba. Az szinte egy komplett óvodai csoport, akit nem szeretnénk visszautasítani. Plusz finanszírozást jelent, és még három embernek tudunk munkahelyet teremteni. Szendrei Ferenc úgy véli, hogy most a munkahelyteremtés a legfontosabb feladat. Reményeink szerint jövő ilyenkor már a melegvíz hasznosításával kapcsolatos beruházás átadó ünnepségén veszünk részt. Nagyon komoly fejlemények vannak melegvízügyben vélhetőleg október hónap közepéig egy német beruházó beruházócsoport, befektetőcsoport megvásárolja a melegvizetés környékét. Ezáltal a paradicsom kertészetben mintegy 150 ember kaphat munkát és jelentős iparűzési adóbevételt tudunk majd realizálni, és akkor majd ennek függvényében eldőlnek azok a célok, azok a prioritások, amelyeket majd leghamarabb fogunk megvalósítani a mintegy 10 milliárd forintos paradicsom kertészeti beruházás 16 hektáron valósulhat meg Turán. A térségben is újabb beruházásokat terveznek uniós támogatásból. Hát úgy gondolom, hogy nagyon sok a tennivaló a környezetvédelmi beruházásokat folytatni kell, vagy ahol még nem kezdték el, ott meg kell kezdeni. Az utak állapota az nagyon komoly kívánni valót hagy maga után, és az uniós források nélkül lehetetlen végezni. Itt megint a közép-magyarországi régió problémáját említeném, hogy mondjuk a 4-es út, vagy a 31-es út, az, annak a fejlesztése, felújítása, új nyomvonalak kialakítása az folyik, de Pest megyén kívül pontosan azért mert az a helyzet, amit az előbb említettem, no, ezen szeretnénk változtatni. Azon kívül még nagyon sok intézményi beruházás is még hátra van. Ami biztos, hogy az uniós forrásokat, én elsősorban nyilván a, a vidékfejlesztési alapokat ismerem, de összességében azokat a forrásokat, amit az unióból kohíziós alap, struktúrális alap, címszolat kapunk, legalább 60%-ban munkahelyteremtő beruházásra szeretné fordítani a kormány, és és az improduktív beruházások aránya valamelyest csökkenni fog. Ez gondolom gazdasági válság idején érthető szempont, és úgy gondolom, hogy helyes irány. A Turai Többsincs Ovoda megnyitó ünnepségén több nívós programon vehettek részt az óvodások és a szüleik is. A rendezvény a Sebő Együttes koncertjével zárult.